Sziasztok, Tomi vagyok, és ebben a videóban elmondom nektek, hogy hogyan legyetek jobb tetkósok, vagy akár jobbak, akár miben. Szóval, hogyha érdekel titeket ez a téma, akkor maradjatok velem a videó végéig, és megtudjátok, hogyan legyetek kurva menők. Yeah, so Persze, az igazat megvalva a napszemüveg ehhez sajnos vajmi kevés. Szóval azért vagytok itt most ebben a videóban, hogy megtanuljatok, hogy hogyan lehet jobb tetkósnak lenni? Oh, yeah. Tegyük fel, hogy már megvan a tetkós csináltatok pár tetkót, egész jók is vagytok benne, minden oké, okay, működik a dolog, viszont nem tudjátok, hogy hogyan lépjetek szintet, mert mondjuk nem dolgoztok még stúdióba, vagy nem tudjátok, hogy mit és hogyan kell csinálni pontosan, hogy előrelépést tudjatok felmutatni a témakörben. De semmi probléma, ezért vagyok itt, hogy ezt most megvitassuk. Ugye ez a videó leginkább tetoválóknak fog szólni, de azért, hogyha elég okosak vagytok, akkor át tudjátok helyezni ezeket a tapasztalatokat és mondani valókat az élet bármely területére. Szóval ez most szerintem lényegtelen, hogy itt most a tetoválásról beszélek. Azért beszélek erről, mert nekem ebben van a legtöbb tapasztalatom. Szóval az első és legfontosabb dolog, amit megtanultam ezzel kapcsolatban, az az, hogy bármibe is nekiálltok, de most legyen az a tetoválás, hogy tegyétek félre a kétségeiteket. Bármilyen jellegű és fajta kétség nem jó az életetekbe. Hogy a kurva az? Főleg nem, hogyha esetleg a hivatásodról, a munkátokról vagy a hobbitokról van szó. Ezeket totál félre kell tenni. Ne érdekeljen titeket, hogy mit mond az anyád, az apád, a barátaid, meg az összes többi arc, aki téged körülvesz, hogy azt mondják, hogy te nem tudod megcsinálni, meg így, meg úgy. Ezt tegyétek félre. Szerencsére nekem ezzel valamiért nem volt problémám. Nekem már kezdetekben is úgy volt ez a dolog, hogy bármilyen nagy falat akadt az utamba, igazából valamiért meg se fordult a fejembe, hogy ne tudnám azt megcsinálni. Aztán persze van, hogy nem sikerült annyira jól, mint ahogy a fejembe elképzeltem, de a lényeg, hogy a vendég az elégedett volt. A legfontosabb dolog, amelyet figyelni kell, az az, hogy egyáltalán tényleg meg se forduljon a fejetekbe az, hogy nem sikerülhet, vagy nem álltok neki, vagy hogy másoknak a negatív tanácsait megfogadva hagyjátok magatokat lehúzni. És nem arról beszélek, hogy ne fogadjátok meg az építő jellegű pozitív kritikát, hanem arról, hogy a negatív seggfejeket tegyétek félre az életetekből, akkor is, hogyha az az anyátok meg az apátok. A mai világban azért annyira mégse egyszerű, de mégis valamiért könnyű tetoválónak lenni, vagy akárminek, hiszen Szinte minden információ és tudás az a lehetőségünkre áll abban, hogy fejlődjünk az adott témakörben. Szóval tegyük azt, hogy te most kitaláltad, hogy tetoválni akarsz. Mit csinálsz? Veszel egy online kurzust, elmész egy tetováló folyamra, megnézel egy pár YouTube videót egy baromtól itt a neten, <laughs> vagy akármi ilyesmi, és már is annyi információt jutottál, mint amennyihez én jutottam mondjuk 14 évvel ezelőtt, se. <laughs> Mint amennyihez én jutottam mondjuk 5 év alatt. Mert egyszerűen annyira felgyorsult a világ. Na most, a rossz oldal dolognak, hogy pont amiért ennyire fel van gyorsulva a világ, lehet erről egy külön videót kell csinálnom, de nagyon sok embertől hallottam, hogy ADHD-val küzdködnek. Ez az ADHD egy bizonyos figyelemzavar, ami szerintem nagyrészt azért alakult ki a mostani világban, mert egészen görgetjük azt a buzi telefont, ugye a TikTok az a legrosszabb, meg az Instagram, meg az összes többi ilyen, és egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ehhez a rengeteg információhoz, ami beáramlik hozzánk, és nem tudjuk kezelni ezeket a dolgokat. És egyszerűen, hogyha oda kerül a sor, hogy valamire figyelnünk kell, akkor már nem vagyunk képesek rá figyelni. Szerencsével én nem küzdök ezzel a problémával, de ha ti igen, akkor van erre egy pár taktika, hogy hogyan küzdjetek le. Bár gőzöm sincs egyébként, hogy mi ez az ADHD, meg szerintem ez csak egy ilyen totálisan mondva csinált betegség, szóval szerintem ez abszolút mindenkinek csak a fejébe létezik, meg ez egy totál balfosság. Üljetek le, és csináljatok valamit, amit szerettek. Majd csinálhattok olyan dolgot is, amit még nem csináltatok, de a lényeg, hogy csináljátok végig. Még akár olyat is csinálhattok, hogy végighallgattok egy kedvenc előadótól egy albumot, az első számtól az utolsóig. Vagy elolvastok egy könyvet az elejétől a végéig. Vagy végig csináltok egy kibaszott jogát a Youtube-on az elejétől a végéig. Vagy leültek és rajzoltok az elejétől a végéig, amíg be nem fejezitek az adott rajzot. Szóval igazából szerintem ez csak gyakorlás kérdés, hogy visszarázódjatok a való életbe. Ne hagyjátok, hogy ezek a dolgok eltérítsék a figyelmeteket. Ugyanis, hogyha egy kicsivel is képesek vagytok több munkát és erőfeszítést meg odafigyelést belefektetni a munkáitokba, a hivatásotokba, a művészetekbe, akkor rohamosan fog megindulni a fejlődésetek. Tehát a szerintem nem feltétlen, az elején nem feltétlen az a legfontosabb, hogy eldöntsétek még, hogy ti milyen stílusba szeretnétek alkotni. Nem az a legfontosabb, hogy ti azt mondjátok, hogy én most mindenképpen fekete fehér tetkós akarok lenni. Én meg geometrikus, én meg ez a nyúvéves minimál téma, én meg színes én meg watercolor, én meg a faszom tudja mi. Hanem az, hogy csak kezdjetek el csinálni a tetkókat az elején, tök mindegy, hogy miket mindenfélét vállaljatok el, mert ezen muszáj végigmenni ezeken a ranglétrán úgymond, vagy ezeken a lépcsőfokokon, hogy megtapasztaljátok, hogy nektek is mi az, amiről azt érzitek, hogy könnyen megy, mi az, amit szívesen csináltok, mi az, ami jól esik, mi az, ami a vendégeknek is jó, mi az, amit könnyen meg tudsz tervezni, vagyis könnyebben egy kicsit, és akkor ez már úgy jönni fog magától, hogy kialakul a stílus. Nálunk a stúdióban egyébként ahányan dolgozunk, mindenki úgy indult, hogy például én is nem gondoltam, hogy nagyjából színes tetkós, színes tetkós leszek, az mégis azokat csinálod, de egész életemben nem volt tapasztalatom mondjuk se nagyon igazából a festészettel, meg az ilyen színes dolgokkal, mindig mindent fekete-fehérbe rajzoltam, meg fekete tollal, meg ilyenek, szóval én tökre azt hittem, hogy csak ilyen sötét dárkos szarokat fogok csinálni, aztán nem. Vagy például a többi kollégám is úgy jött ide, hogy na most akkor ő mekkora New School lesz, aztán pont az ellentétje full ilyen dárkos tag lett, ugye, kedves Muki. A lényeg az, hogy én mikor a zenén voltam, képes voltam azt megcsinálni, hogy mivel még nem volt ennyire felgyorsult világ, és nem állt rendelkezésemre ennyi információ, képes voltam leülni egy tetováló újság elé, és nem azt mondom, hogy órákig néztem egy képet, de azért elég sokáig néztem egy képet egy tetoválásról, és kielemeztem. Nem csináltam semmit, csak ültem, néztem a tetoválást, tök mindegy, hogy ez milyen tetoválás, és elképzeltem, hogy a tetováló ezt vajon hogyan csinálhatta fel, hogyan építhette fel úgy, hogy ez úgy néz ki, ahogy a fotón kinéz. A lényeg az, hogy leültem, és emlékszem, volt egy bizonyos tetkó, a művész, az úgy hívták, hogy Paul Acker, és csinálta egy Mortal Kombatban egy szkorpiont, és én leültem, vagy letöltöttem a képet Facebookjáról, vagy nem tudom már, hogy honnan, és csak ültem, belemegyítettem és néztem, hogy oké, okay, hogy a faszomban csináltam meg a csávó ezt a tetkót ennyire durván, élethűre. Nem tudtam elképzelni, hogy hogy csinálta, ezért igazából fogtam egy papírt, és megpróbáltam lerajzolni azt a karaktert úgy, ahogy láttam a tetkót. Szóval a tetkót próbáltam meg lerajzolni. Belenagyítottam, néztem a szí színeket, követtem, hogy oké, okay, itt megy egy kis sárga, onnan meg jön egy kis reflexvény, innen hidegfény, onnan meg melegfény. Aztán a végén összeállt egyszerűen a kép, és nekem is úgy nézett ki, közel úgy nézett ki a rajz, mint neki a tetkó. Ha megtalálom, akkor úgyis bevágom ide valahova, meg a tetkót is, mert... Ez szerintem egy emlékezetes dolog volt, és azt javaslom nektek is, hogy csináljatok egy ilyet, de csak akkor meg így abba a stílusban, amire tényleg nagyon kíváncsiak vagytok, hogy ez vajon hogyan épülhet fel. Szóval üljetek le, és ne csináltok semmit, ne válaszoljatok üzenetekre, ne rakjatok ki sztorit, ne nézzetek közben TikTokot, meg híreket, meg ilyen faszságokat, csak üljetek, nézzetek azt a kibaszott tetoválást az idióta adhd és agyatokkal, és rájöttük, hogy a művész hogyan építette fel azt a munkát. Jó, remélem ezeket nem veszitek komolyan ám, aki ismer engem, azt tudja, hogy nem vagyok ekkora fasz. Mindegy. Na, miután ez is megvolt, tegyetek félre minden előételetet mindenféle vendéggel és emberrel kapcsolatba. És ez egyébként nagyon nehéz, még nekem is ennyi idő után, de már azt gondolom, hogy magamhoz képest hosszú utat tettem meg és elég jól kezelem ezeket a dolgokat. Szóval tegyetek fél az erőítéleteket, és csináljatok minden tetkót odaadással az elején, odafigyelve a legapróbb részletre. Ez tudom, hogy nagyon nehéz, de legtöbbször a siker, illetve a jó tetkó az azon múlik, hogy az adott művész képes-e belefektetni még a munkába plusz egy-két-három órát, és ott marad-e a stúdióban, amikor már mindenki végzett, már mindenki hazament, de te még ott szopad egyedül a vendéggel, a vendég már haldoklik, már teljesen új dimenziókban van. Neked meg már totálisan ki van a faszod, de te még mindig csináld a mintát, még mindig elhivatott vagy, és a végén oh, ott lesz a gyümölcs, ami miatt azt mondhatod, hogy igen, megérte, szintet léptem. Növeltem a türelmemet. És most meglátszódik rajta, hogy ez a tetoválás olyan lett, amilyet szerettem volna, vagy legalábbis egy kicsit megközelítette azt, szóval ne fejjetek belerakni a részleteket. Igazából még akkor is, hogyha csak egy icipici feliratról van szó, vagy egy bármilyen egyszerű mintáról, tényleg vegyétek vissza, csináljátok lassan, gondoljátok át, legyetek egy kicsit tudatosabbak. Egy másik dolog, amit érdemes még szem előtt tartani, az az, ha kiválasztjátok a tetoválást, hogy bármilyen más szakmát, nézzétek meg, hogy hol tart abba a szakmában most a csúcs. Nézzétek meg, hogy kik a legjobbak, kik az úttörők, kik a feltörekvők, és tűzzétek ki célul azt, hogy ti is oda fogtok eljutni. Ez ne kevesebbet, többet az lehet, de kevesebbet semmiképp ne. Ha többen van ötletetek, meg elképzelésetek, akkor csináljátok, mert hogy ti lesztek a következő úttörők. Ez sose lehet tudni. Na most ugye ez nem könnyű, mert pont a felgyorsult világnak köszönhetően rengeteg jó művész van, és ahhoz, hogy ti is jók legyetek, nagyon sokat kell ezért dolgozni. Még egy fontos tanács ez ügyben az pedig az, hogy ha már kitűzted a célt, mikor már kicsit kezd kristályosodni, már eleget gyakoroltál, mind tetováláson, mind papíron, bármilyen médiumon keresztül gyakoroltál eleget, nincsenek benned kétségek, akkor. Érdemes már akár egyébként az elején is, vagy ezután, hogyha még nincs elég önbizalmad, körbevenni magad olyan, emberek, olyan emberekkel, akik, akikre egy kicsit felnézel, vagy akiktől úgy érzed, hogy tudsz tanulni, vagy hogy tudnak neked valami újat mutatni. Nekem ez az elején úgy volt, hogy úgy voltam vele, hogy kinéztem tetkósokat, akiknek nagyon tetszettek a munkái, fogtam magam, kértem időpontot, vártam szépen egy évet, vagy másfelet, vagy bár, tök mindegy, vártam, és elmentem, és megnéztem, hogy hogy csinálják a tetkót. Tehát, hogy igazából így beáldoztam egyes testrészeimet a tudás meg a tanulás érdekében. Szóval ne sajnáljátok bemenni egyébként a hozzátok közeleső tetoválószalonokba, besétálni egy tök jó portfólióval, hogy aztán azt mondják nektek, hogy jó, oké, látunk benned fantáziát, tudod mit? Egy kicsit gyere lógjál velünk, vagy akár kér tőlük időpontot, hogy eh, akarsz csináltatni magadnak egy tetkót. Érdemes olyan helyre csináltatni a tetkót, mondjuk, mint ami nem hát, meg mit tudom én, a segged, meg ezek a testrészek, hanem valami olyan testrészt varras ki, amit esetleg tudsz nézni te is, hogy hogyan készül. Ne a melkas, mert a melkas tetkónál nagyon idegesítő, mikor az összes vendég csinálja. Nem, <laughs> ez <laughs> az borzasztó, de szerintem ezt minden tetkós ismeri ezt az érzést. Van nagyon sok minden tudnék még mondani arról, hogy hogyan legyetek jobb tetkósok, és hogyha érdekeltiteket még ez a téma, hogy még több tippre vagy tanásra van szükségetek, akkor azt nyugodtan kommentáljátok a videó alá, meg szedjetek szét a videót, lájkoljátok, ilyesmi. Próbálok visszatérni még több videóval, de egyébként hajszitek, ha hanem most is éppen este 22.57 van, és... Ja, hát ilyenkor van idő megcsinálni ezt a videót, szóval... Ja, de jövök még azokkal a szenvedős videókkal is, mert amúgy sokan mondták, hogy jó volt nézni, ahogy szenvedek a százezer lépés videóban, meg az ilyenekbe, úgyhogy hamarosan visszatérek mindenféle idióta challenge-ekkel, meg ilyen tetkós videókkal, Tudom, hogy sok videóval tartozok még, azoknak is, akik küldtek nekem e-mailt, hogy elemezzem ki a tetkójukat, szóval azt meg fogom csinálni, nem felejtettem el, bocsi srácok, bocsi, bocsi mindenkinek. Remélem, hogy hasznos volt a videó, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a többi videómat, vagy kövessetek be Instán, úgyhogy hamarosan találkozunk a következő videóban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!